Brüsszel szankciós politikája megbukott, az elhívázott intézkedések következményeit pedig minden magyar a saját bőrén érzi. Erről beszélt a Fidesz frakció vezetője Kocsis Máté szerint nemet kell mondani az intézkedésekre. Fábián Barnának érkezett vendége. A Nagyon ténában. szépen köszönöm. Én Fülom Mici Zoltán alkotmányjogász a alkotmány vendégem, a század vég szakértője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ha megengedi onnan indulni, hogy már ugye évek óta halljuk, hogy problémák vannak, jöttek a szankciók, és hogy megbukott. De most a nyolcadik még gyakorlatilag meg sem szárad rajta a pecsét, de már a kilencediken gondolkodnak. Én egyszerű vidéki gyerek vagyok, de nem merném megjósolni, hogy mi lesz benne. Valóban is azt láthatjuk, hogy Ursula von der Leyen mozgástere, bár most egy rövid időre talán a vakcina beszerzési botrányjal kapcsolatos ügyek háttérbe szorultak, de mégiscsak beszűkült abból a szempontból, hogy nem nagyon marad már terület, ahova tovább lehet terjeszteni a szankciós csomagot, és valóban ugye most már készítik elő a, a tizediket, ami azt jelenti, hogy az energetikán belül is olyan területekre kell tévedni, ami már, ahogy a magyar kormány is fogalmazott, vörös vonal, de nem csak a magyar kormány számára, hanem mint láthattuk például a gázársapka tekintetében a hollandoknak is elfogadhatatlan az ilyen típusú szankciós politika. Azért könnyű a szankciópártiaknak, mert Október végéig, ugye úgy hívták ezt a németek, hogy a goldene október, arany október, egy meleg, viszonylag melegebb időszakot élhettünk meg, és távolájon tőlem az, hogy az időjósok területére tévedjek, de most mondták be a rádióba, miközben idejöttem, hallottam, hogy jönnek a fagyok Magyarországon, és... Nagyon egyszerű észjárással és, és könnyű logikai következtetéssel el lehet oda jutni, hogy a valódi erőpróbája ezeknek a szankciós intézkedéseknek, illetve a negatív hatásaiknak a november vége, a december, és főleg a január és a február lehet. Most még könnyű a szankciókkal házalni, de lehet, hogy nehezebb lesz. És azt látjuk, hogy valóban a kezdeti szankcióktól kezdve a, a különböző pénzügyi rendszerek, bankokkal szembeni szankciókon keresztül a megszorítások, amelyek az orosz nagyvállalkozókat érték, végül is nyilván részben sikereket hozhattak Európa számára, legalábbis a PR térben. De a a gazdasági kereskedelmi kapcsolatok terén a New York Times legutóbbi kimutatása szerint van olyan európai ország, amelynek, és jelentős európai ország, amelynek nőtt a kereskedelmi volumen Oroszországgal, ilyen egyébként Belgium és Hollandia, és hát természetesen az ázsiai országoknak, Indiáról, hogyha Kínáról beszélünk, pedig jelentősen nőtt a kereskedelmi forgalma, és az OPEC pedig, hát ha tetszik, teszi a dolgát, orosz barátsággal vádolják, pedig csak kihasználja azt a lehetőséget, hogy a, az Orosz Föderáció új piacokra nyitott, és esetlegesen ez, ez, a szervezet számára is pozitívumokkal kecsegtet. Hogy látja, a jogi szempontból hogyan lehet, hogy a jogász szemével megválaszolni azt a kérdést, hogy milyen szankció, vagy milyen szankciók azok, hiszen mindig jön egy újabb, mert nem is, mert én hogy melyik lesz a következő, mert biztosan nem adják abba, egy nagy valószínűséggel, amely nem minden tagállamra ugyanolyan hatással van, hogy volt szíves említeni, van olyan államok, akik nyernek vele, van akik vesztik vele, de egy egyszerű példa, az a szankció az, hogy én Fábián Barna nem léphetek be a kocsmába, de aztán egy kicsit mégiscsak, senki, bocsánat, senki nem léphet be, aztán én abszolút nem, a karcsi a szomszéd, meg picit, a Ferkor szembe félig bejöhet, a másiknak az ablakon kiadjuk az italt, szóval ez nem értem. Az Európai Unió politikája az elmúlt tíz évben erről szólt, erről a példáról. Primus inter pares, így hívja a latin, tehát vannak elsőbbek, meg elsők az egyenlők között, és az, hogy Dánia mondjuk a teljes bel- és igazságügyi együttműködésből kimaradhatott, úgyhogy nálunk ezen pillér kapcsán számos kérdést felvetett az Európai Unió, és bekerült a távárás jelentésbe, vagy szárgentini jelentésbe, ez azt mutatja, hogy vannak egyenlők és egyenlőbbek, főleg az új tagállamokkal próbálnak macskaegér játékot játszani, hogy ilyen nagyon szép képpel fogalmazzak, és, és jó hiszeműen közel, közelítsen meg az uniós retorziós politikát, de végső soron Például az új tagállamok abból a hátrányból is indulnak, hogy nem tudják azt a Janusz Artu politikát folytatni, mint amit a németek. Ugyanezen a New York Times kimutatás szerint csak 5%-kal csökkent a kereskedelmi volumen összességében Németország és az Orosz Föderáció tekintetében. Ha ez igaz, ez az állítás, én nem névén gazdasági szakember, csak el kell, hogy fogadjam ezt a, ezt a statisztikát. De ha ez igaz, akkor Németország meg tudja azt csinálni, hogy egy jelentős haderőfejlesztéssel, amelyet egyébként erre hozták létre, például a Biztonsági Tanácsot, ezt folyamatosan próbálták blokkolni, hogy ez elkövetkezzen ez az időszak. Tehát egy jelentős haderőfejlesztéssel meg tudják azt tenni, hogy légvédelmi rendszert adnak Ukrajnának, ezzel megint csak az elsődleges PR térben jó színben tűnnek föl, de közben azt láthatjuk, hogy több mint 20 olyan neves vállalat maradt a Oroszországban, amelyek között jelentős német nagyvállalatok is vannak, és amelyek élvezik a hasznát ennek az ex-lex állapotnak, vagy egy utolsó megedzés az, hogy a görög hajótársaságok megtetik azt, hogy nem csak szállítanak Európába orosz nyersanyagot, hanem tovább is a világ többi pontjára, tehát magyarán egyfajta felmentést kaptak, több szankciós pontban szerepelt ennek a tilalma ez alól, ez azt jelzi, hogy Ugyanez a példa, hogy vannak, akik kicsit bemehetnek, akik hivatalosan nem mehetnek be a kosmába, de mégis megvan, ben vannak, hogy ezzel a metaforával éljen. Vagy akinek az ablakon kiadják, fogyaszt, de nincs bent. É, pontosan így van. Annak mi lehet a mátulütője, hogy például az Ukrajnára egy pár, csak egy gondolat, hogy teljes szélességet támogatja az Unió Ukrajnál. De például drónokat nem adnak, ilyen fegyvert nem adnak, amolyan tankot nem adnak, tehát ilyeneket adnak. És hát akkor ez most hogy? Uh, nagyon érdekes, csak egy kis kitérő, hiszen sokszor volt szó róla az elmúlt napokban, és talán a jövőben is lesz az amerikai önök választások kapcsán. El kell mondani, hogy már november 8-a előtt demokrata oldalról megjelentek azok a hangok, amelyek Ukrajnát egy békekötés irányába próbálják terelni, és az elmúlt 24 órában is megerősítésre került, hogy például olyan drón technikát nem adnak Ukrajnának az Egyesült Államokból, amely az eszkalációt, tehát a továbbfejlődését segíteni a háborúnak, és ez azért borzasztóan fontos, mert ugyanaz a nagyvörös hullám, amelyet sokan vártak, leginkább egyébként szerintem az azsán provokatőrök, a liberálisok, a demokraták próbálták ezt a hangulatot gerjeszteni, az elmaradt, de mégiscsak egy kényelmes képviselőházi többség lesz, tehát ha a demokraták is ezt akarják, és lesz egy republikánus alksóház, amely eleve azt mondta, hogy Bianco nem fognak Ukrajnának kiállítani, akkor ez még inkább abba az irányba terelhetni az Európai Unió és hogy szakítson ezzel a hibás szankciós politikával. Satt nagyon röviden, mint tudom, hogy jogász és nem orvos, de mintha Putyin elnök a következő szankciók belengetésére és egyre nyugodtabbnak tűnne. Egyre nyugodtabb viccelődik, és közben az Európai Uniós online térben én olyan kommenteket olvasok, hogy egy testvérháborúról van szó, amihez mi közünk, Németországban tüntetnek. E, nagyon érdekes helyzet alakul ki. E, a nemzetközi jogi megítélése a helyzetnek nem változott, de a nemzetközi jog része a békekötés és a fegyverszünet, a fegyvertárgyalás, és ebben még azt látom, hogy ennek az előmozdításában a brüsszeli vezetés részéről hiátus mutatkozik. Hálásan köszönöm. Köszönöm szépen.